Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Készülnek a választásokra, csak Szekszárdon és környékén több mint fél ezren dolgoznak majd, hogy minden rendben legyen. Húsba vágó a zöldségek drágulása, van, ami közel kétszer annyiba kerül, mint egy éve. Bemutatták a fejlesztéseket, sportkonferenciát tartottak Szekszárdon. Óvoda és faluház újult meg Hőgyészen, több mint 100 millió forint pályázati pénz érkezett a településre. Már zajlik a jegyzők felkészítése az április 3-ai választásokra. Szekszárdon a munka egészen jövő hétig tart majd. Az április 3-ai voksolással kapcsolatban tart oktatást a jegyzőkönyvvezetőknek és a választási irodák vezetőinek Szekszárd jegyzője. Dr. Gábor Ferenc, aki egyben a helyi választási iroda vezetője is, azt mondja, ez a munka még napokig tart majd, mert csak Szekszárdon és környékén 86 választókörben lehet voksolni, aminek a lebonyolításában 520-an vesznek részt. Az oktatás célja, hogy gyakorlati oktatásban vegyenek részt. Elsődlegesen egy gyakorlati példát fogunk elemezni, de pontosan egy szavazást fogunk lebonyolítani, ahol statiszták fognak megjelenni a létrehozott szavazókörökben, és a szavazókörökben el fogjuk játszani egy komplex szavazást. Dr. Holzer Mónika, a választási iroda vezető helyettese szerint idén különösen nehéz dolguk lesz a szavazatszámlálóknak és a választás lebonyolításán dolgozóknak, mert külön lapon kell majd az egyéni választókerületi jelöltekre, valamint az országos párt vagy nemzetiségi listákra is szavazni. Ráadásul egy negyedik nyomtatványon a kormány által kezdeményezett gyermekvédelmi népszavazással kapcsolatban is harmadikán mondhatjuk el a véleményünket. Ameddig mondjuk egy nem nemzetiségi választópolgár, ő kap egy egyéni listás szavazólapot, egy pártlistást és egy népszavazásost, addig a nemzetiségi választópolgárnak nem adhatunk pártlistát, csak nemzetiségit, félő, hogy esetleg itt lehetnek keveredések. A szavazatokat április 3-án, vasárnap reggel 6 és délután 7 óra között adhatjuk majd le. Fontos, hogy a lapon megjelölt neve mellett két egymást metsző vonalnak kell szerepelnie, a voksolás ugyanis csak így lesz érvényes. A fogyatékossággal élők többféle segítséget is kérhetnek választójoguk gyakorlásához. Például szavazásról szóló értesítőt Braille írással igényelhetnek, vagy könnyített formában megírt tájékoztató anyagot is kaphatnak. Az érintettek pénteken 16 óráig jelezhetik a jegyzőnél, vagy online a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán, ha Braille írással ellátott szavazósablont igényelnek a szavazóhelyiségben, vagy a mozgó urnás szavazásnál. A törvény szerint minden település minden választókerületében legalább egy szavazóhelyiséget akadálymentesíteni kell. A választópolgár, ha a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, március 3-án 16 óráig kérheti, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson. A kórházban ápoltak is szavazhatnak a választáson. Azoknak, akik például fekvőbeteg gyógyintézményben, bentlakásos intézményben, vagy otthonuktól távol, családjuknál történő ápolás miatt nem tudnak a lakcímük szerinti szavazókörben voksolni, de élni kívánnak a szavazati jogukkal, át kell jelentkezniük az ellátó intézmény helye szerinti településre. Átjelentkezést március 25-én pénteken 16 óráig lehet kérni a választó lakcíme szerinti helyi választási irodánál, postai úton, személyesen vagy online a www.választás.hu oldalon keresztül. Napról napra drasztikusan emelkednek a zöldségek és a gyümölcsök árai, emiatt átalakultak a vásárlási szokások is. Van, aki kénytelen lemondani kedvenc zöldségéről, vagy sokkal kevesebbet vásárol belőle. A rohamosan növekvő áraknak várhatóan a hazai termékek megjelenése szabhat majd gátat. Tovább emelkednek a zöldség és gyümölcsárak, a forint gyengülése, a háború, a fuvar és termelési költségek drágulása miatt. A legszembetűnőbb változás a paradicsom és a paprika esetében figyelhető meg. Ezek a legtöbb helyen közel 170%-kal kerülnek többen, mint tavaly ilyenkor, de az uborka és a körte ára is majd negyedével emelkedett a korábbiakhoz képest. Ez az asszony azt mondja, hogy inkább kevesebb zöldséget rak a húslevesbe, és a paprikából, paradicsomból sem a korábbi mennyiséget vásárolja. Nem úgy, mint régen, hogy veszünk, mit tudom én, egy kilót, vagy egy kettőt, hármat,
Úgyhogy nem. Ez nem úgy van, mint régen. Egyszerre kevesebbet, tehát így hetente járok be Szekszárdra, és akkor mindig valamit piacnapokkor, vagy az áruházakban, bárhol megnézem az akciókat. Ez az árus azt mondja, észreveszi, hogy a vevői körében változtak a vásárlási szokások a termékek drágulása miatt. Többször kevesebbet, igen. Hát van, aki megveszi. Attól függ, hogy milyen réteg, kinek mennyi pénze van. Ez a másik árus elmondta, hogy vannak olyan zöldségek, amit egyáltalán nem hoznak, mert a magas ár miatt nem tudnák eladni. A paradicsom most jelenleg 1150, de volt, hogy 1550 volt. És a kígyóborkát meg nem is tudjuk hozni, ma az is nagyon drága. De nem csak a zöldség és a gyümölcsárak emelkedtek drasztikusan. A méz és a kenyér eladási ára is jelentősen nőtt a tavalyi évhez képest. A házi kovászos kenyér ára két héten belül 650 forintról 850 forintra ugrott. Sajnos a kenyerek ára is 20%-kal emelkedett. Mondjuk idáig 2 liszter emelkedést, akik készítik, úgymond benyeltek, hogy próbálják alacsonyabb áron adni, de egyszerűen ilyen üzemanyag árak mellett nem lehet már tartani, hogy ugyanannyiért tudják hozni, mint eddig. Eddig import zöldségeket és gyümölcsöket kínáltak az árusok, nem sokára azonban megjelennek a kínálatban a hazai termékek is, amik várhatóan mérséklik majd az eddigi magas árakat. 2845 új koronavírus fertőzöttet igazoltak kedden idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.834.268 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 42, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 45.185 főre emelkedett. 2006 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 77-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.401.000-en kaptak. Tolna megyében 32 új fertőzöttet regisztráltak a hét második munkanapján. Ezzel a járvány kezdete óta 38.912-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Az elmúlt évek legfontosabb hazai sportinfrastruktúra fejlesztéseit bemutató tájékoztatót tartottak Szekszárdon. A rendezvényen Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy ezek a beruházások nagyban hozzájárultak a lakosság egészségének megőrzéséhez. Sportvezetőket, edzőket, testnevelő tanárokat hívtak meg a szekszárdi vármegyeháza dísztermében megtartott előadásra. Balogh Gábor, a Magyar Diák Sportszövetség elnöke arról beszélt, hogy az elmúlt 12 évben idehaza minden korábbinál több létesítmény épült vagy újult meg, ezzel páratlan lehetőséget teremtve a sportolók számára. Én azért vagyok itt egyébként, hogy ezt igyekezzem buzdítani az itt levőket, hogy érezzék ennek a súlyát, hogy ennek bízom benne, hogy folytatódni fog, folytatódnia kell. Én azt gondolom, és ennek komoly tétje van itt a következő időszak tekintetében. Horváth István Tolna megye egy-egy számú választókerületének országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a sport nem csak az életminőséget javítja, de sikerélményt is ad. A sport az nem ismer korosztályt, és nem ismeri azt, hogy csak versenysport, meg amatőr sport, mind a kettőre nagy szükség van. Én azt gondolom, a sport lehetővé teszi az ember számára, hogy egy jobb minőségű életvitelt tudjon vinni. Süli János, a Paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 2-1 számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt, az országnak ezen a részén az elmúlt években egymást érték a szabadidős és a profi sportokat segítő beruházások, a jövőben pedig ez a folyamat folytatódik. Több kerékpár ott a régióban megvalósult, de azon folyamatosan dolgozunk, hogy ebben vannak adva terveink is, hogy Dunakör 1, Dunakör 2, tehát ez a Szekszárdi híd, a készülő Kalocsai Paksi híd, meg a Dunaföldvári híd, akkor egy kör, még egy kör, meg nagy kör. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke azt hangsúlyozta, hogy a sportfejlesztések a felnövekvő generációk érdekeit szolgálják.
És emellett nyilván a családok is, akik aktívan sportolnak, hiszen Magyarországon rengeteg ilyen kezdeményezést, rengeteg hétköznapi történést látunk, bicikliznek, úsznak, túráznak az emberek. Ez mind nagyon pozitív, ez az egészséges nemzet jövőjét biztosítja az elkövetkező időszakban. Mint a rendezvényen elhangzott, a sportfejlesztések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar csapata a tokiói olimpiát az elmúlt 25 év legeredményesebb szereplésével zárta. Az online számlarendszer 2018. július 1-jei indulása óta több mint 1 milliárd online számla érkezett, közölte a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Izer Norbert azt mondta, hogy tavaly óta már minden számlára rálát az adóhivatal. Azóta jelentősen meg is ugrott a beérkező tételek száma. 2019-ben átlagosan havonta 2 millió számláról érkezett adat, idén ez a szám már 66 millióra emelkedett. Még 2010-ben a fekete gazdaság mértéke az úgynevezett áfarés 22,3% volt, addig 2020-ban az Európai Bizottság becslése szerint ennek nagysága 6,1%-ra csökkent. Felújították az óvodát és a faluházat Hőgyészen a Magyar Falu programnak köszönhetően. A településen nem ez volt az egyetlen hasonló beruházás az elmúlt időszakban, és hamarosan még egy nagyobb fejlesztés is vár a községre. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, csak Hőgyészre több mint 100 millió forint pályázati pénz érkezett az elmúlt időszakban. A Magyar Falu program keretében megújult a Hőgyészi óvoda. Az óvoda korszerűsítése mellett a község a faluház felújítására 36 millió forintot nyert el, továbbá 38 millió forintból újítottak fel 2 belterületi útszakaszt. Az óvodánk udvara újult meg, rengeteg új játékkal, közel 5 millió forint értékben, és az óvoda alsó épülete is szintén ugye energetikai korszerűsítésen esett át, a tető és ugye nyilászárók, továbbá ugye külső szigetelése történt meg. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt az ünnepélyes átadón, aki elmondta, hogy reményeik szerint a közeljövőben még egy nagy beruházásra is sor kerül. Reméljük azt, hogy nem sokára egy bölcsödei szobát is ki lehet alakítani a településen, illetve, hogyha így növekszik a gyereklétszám, akkor a 3 csoport mellett itt az óvodánál egy 4. csoportot is el kell indítani, ennek örülünk. A Magyar Falu programban Hőgyész már 110 millió forintot nyert el, melyből fejleszthetik a községet. A szociális szférában, a közoktatásban vagy a gyermekvédelem területén megjelenő egyházi szerep és misszióvállalást a magyar családok érdekében kötelességet támogatnia a kormánynak, jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára szerdán. Fülöp Attila azt mondta, a közösségépítést leginkább igénylő szociális és gyermekvédelmi területek szolgáltatásainak és ellátásának ma már több mint felét az egyházi fenntartók és intézmények biztosítják, holott arányuk 2010-ben még csak 12% volt. Ezekből az iskolákból, óvodákból és bölcsődékből nem csak az egyház hívei, hanem az egész magyar társadalom tud gazdagodni, tette hozzá. Bepótolják Szekszárdon a koronavírus járvány miatt az elmúlt 2 évben elmaradt szépkorúak köszöntését. A helyi Babits Mihály Kulturális Központban március 30-án várják a nyugdíjasokat Mága Zoltán koncertjére. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Kárpótolja a város a Szekszárdon élő szépkorúakat. Minden év október 1-én az Idősek Világnapja alkalmából ünnepséget szerveznek, de az elmúlt 2 esztendőben a koronavírus járvány miatt ez nem így volt. Most a legtöbb korlátozást feloldották hazánkban, ezért döntött úgy a megyeszékhely vezetősége, hogy bepótolják az októberben elmaradt eseményt. A rendezvénynek az időpontja március 30-a, a helye a hagyományoknak megfelelően a Babits Mihály Művelődési Ház, a Művelődési házban a fellépő Mága Zoltán hegedűművész és vendégei.
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Március 28-áig jelentkezhetnek a 65 év feletti szekszárdi lakosok telefonon, az 504-123-as számon, vagy a szépkor@szekszard.hu e-mail címen. Itt a résztvevő nevét, lakcímét kell leadni, és azt, hogy melyik előadáson szeretne részt venni. Két program van tervezve, 11 órától és 14 órától. Ez gyakorlatilag a férőhelyből adódóan a színházteremben 570 fő fér el, ez a két előadás során 1140 fő. Az alpolgármester hozzátette, az előző évek tapasztalataira hagyatkozva szerveztek két előadást, de ha nagyon nagy lesz a túljelentkezés, akkor azt is meg fogják oldani. A koncertek után megvendégelik a résztvevőket a Babits Mihály Kulturális Központban. Regionális híreink következnek. A fejlesztési terveket ismerte meg Kövér László, a Mohács 500 program elemeit hallhatta a házelnök. Zöldségfeldolgozó üzemet adtak át Sejjén, 200 millió forintos állami támogatásból jött létre az épület. Piknik a virágszőnyegen, két év kihagyás után újra megrendezik a nagy sikerű programot Kaposvár. Kövér László, az országgyűlés elnöke Sátorhelyen, a Nemzeti Emlékhelyen tájékozódott a Mohács 500 programról. A tervezett beruházásokat a térség országgyűlési képviselője ismertette a házelnökkel. Hargitay János kiemelte az infrastrukturális fejlesztések fontosságát. Kövér László biztosította a résztvevőket arról, hogy számíthatnak a kormány támogatására. Mohácsra látogatott a magyar országgyűlés elnöke. Kövér László a Sátorhelyi Nemzeti Emlékhelyen vett részt egy tájékoztatón, ahol Hargitay János, a térség országgyűlési képviselője ismertette a Mohács 500 projekt során megvalósuló beruházásokat. A tervek szerint az emlékhely teljes felújítása valósul meg, de egy 2500 négyzetméter alapterületű látogatóközpont, emlékkápolna, kilátó és központi emlékmű is épül. A sírfelújításokra, feltárásokra is kiterjed a program, illetve a turisztikai vonzerő növeli. Is cél. Természetesen a 21. század körülményei között kell ezeket a fejlesztési terveket elkészíteni, tehát nem véletlenül helyeződött itt is a hangsúly az infrastruktúrára, egyrészt a közlekedési infrastruktúrára, összekötve ez természetesen a közlekedést a kereskedelemmel is, a másik oldalon pedig a turisztikai infrastruktúra fejlesztésére, elsősorban a kerékpárút fejlesztésre. Az elmúlt 5 évszázad során számos tragédia történt hazánkban, a török megszállástól a trianoni békediktátumon át a világháborúkig rengeteg veszteség érte a magyarokat, ezekről van is okunk megemlékezni, de nézhetjük az érem másik oldalát is, fogalmazott Kövér László. Kudarcok, népirtások, elnyomások, birodalmi alávetések, kifosztások, felszabadulások sorozata után is itt vagyunk, méghozzá talán nem is a legrosszabb lelki és fizikai, gazdasági erőállapotban. Tehát igenis, én azt gondolom, hogy célszerű, sőt kötelező a kudarcaink, a csatavesztéseink, a tragédiáink mellé oda tenni azokat az elemeket, azokat a történelmi momentumokat is, azokat a diadalainkat is, amelyek az országot, a nemzetet megtartották és fölemelték. A tájékoztatón elhangzott, hogy a turizmus, a kultúra és a gazdaság terén is nagy fejlődés várható a programnak köszönhetően. Kövér László hangsúlyozta, hogy a Mohács 500 projekt kapcsán számíthatnak a kormány támogatására. 70 családnak nyújt munkát és megélhetést az az új üzem, mely most kezdte meg működését, Sejjén. A belügyminisztérium támogatásával létrejött gépesített zöldségfeldolgozót hamarosan újabb egységgel is kiegészítik. Az ormánság számos rejtett erőforrással rendelkezik. Hangzott el azon a rendezvényen, melyen megnyitották Selje és a környék új, komoly munkaerőlétszámot foglalkoztatni képes műhelyét. A zöldségfeldolgozó beruházásának keretében a romos, egykori teipari épületet újították fel. A munkálatok mindössze egy év alatt zajlottak le. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó helyi vállalkozót tudtak, a környékbeli vállalkozót tudtak kiválasztani, akinek sokkal fontosabb volt talán egy átlagos munkánál az épület rekonstrukciója, illetve átalakítása, felújítása. Mindent megtettek annak érdekében, hogy ez megvalósulhasson. Nem volt nekik könnyű munka, hiszen itt régen az Anikó sajtot gyártották, és aki látta ezt az épületet, az tudja, milyen rossz állapotban volt. A Belügyminisztérium Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatósága finanszírozta a 200 millió forintba kerülő felújítást és beszerzést, mely első üteme egy átfogó foglalkoztatási projektnek.
Alapvetően ugye a 12 önkormányzatnál indul el az elsődleges foglalkoztatás, és aztán utána a feldolgozás keretében valósul meg a zöldségfeldolgozó üzemben a teljes körű feldolgozás mellett is a foglalkoztatás. A most átadott üzemben óránként 1 tonna paprikát képesek feldolgozni. A gépsort Nagy Csaba indította el, hogy a rendezvényen résztvevőknek megmutassák az üzem működésének fázisait. 3, 2, 1, a rendezvényre meghívást kapott Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke is, akit a távolabbi munkahelyteremtő terveikről kérdeztünk. A következő 7 éves most induló nagy fejlesztési időszakban a másik fontos szempont az az, hogy a hátrányokat azt csökkentsük, így a hátrányos helyzetű, legnehezebb helyzetben lévő része és terület a megyének az külön figyelemre és külön támogatásokra számíthat. Őri László hozzátette, hogy Seje és környéke ezzel az üzemmel is komoly előrelépést tett a munkahelyteremtés kapcsán. 2 év kihagyás után ismét megrendezik a közkedvelt Narcisz ünnepet Kaposváron, a Ripőrónai villában. A szervezők egésznapos programokkal várják a látogatókat, így a narciszok látványa és illata mellett az élmény és a szórakozás is garantált lesz április 2-án. Ilyen volt a legutóbbi Narcisz ünnep, a kaposváriak egyik legkedveltebb családi hangulatú fesztiválja. Ez pedig már az idei virágtenger. A nyíló narciszok nem csak a tavaszt jelzik, hanem ezt is. Róma Villa kertje hamarosan újra otthont ad a rendezvénynek. A Narcisz ünnepet néhány éve kezdtük el. Ez egy hagyományos tavaszköszöntő ünnep itt a Ripronai villában. Ennek az az apropója, hogy a Ripronai villa mintegy 10 éve megújult, és a megújulás során a parkban mintegy 10 000 narciszt ültettek először, majd ezt további 5 000 narcisszal bővítettük. Az idei fesztivál április 2-án lesz. Az előző évekhez hasonlóan egésznapos, ingyenes programok várják a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Már 2 éve nem tudtuk megrendezni ezt a tavasznyitó programot, mert hát nálunk ezzel indul ugye a tavasz a múzeumban. Maga a program 10 órától fog kezdődni, 10-től 18 óráig várjuk a látogatókat, ami nagyon fontos, hogy a rendezvény ugye ingyenes lesz, és folyamatosan kis vonat fog járni a múzeum elől. A programok között lesz veteránautó kiállítás, divatbemutató, tárlatvezetés és kézműves foglalkozások is. A hangulatról pedig a délután folyamán zenekarok gondoskodnak. A részletes programot megtekinthetik a kapos.hu weboldalon. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a hivadó. Készülnek a választásokra, csak Szekszárdon és környékén több mint 500 000 dolgoznak majd, hogy minden rendben legyen. Húsba vágó a zöldségek drágulása, van, ami közel 2-szer annyiba kerül, mint 1 éve. Bemutatták a fejlesztéseket, sportkonferenciát tartottak Szekszárdon. Óvoda és faluház újult meg Hőgyészen, több mint 100 millió forint pályázati pénz érkezett a településre. Csütörtökön is derült, száraz idő várható, gyenge marad a légmozgás. A hőmérséklet kissé még tovább emelkedik, már sokfelé meg is haladja a 20 Celsius fokot. Éjszaka sem történik nagy változás az időjárásban, marad a felhőtlen égbolt. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!